A közlekedési koncepció, a környezetvédelmi program, az M0 M5-ös autópályák okozta a zajjal kapcsolatos panaszok kivizsgálása a Pest megyei rendőr főkapitánysággal való együttműködési megállapodás és az új álláshelyek létesítése mellett a jutalmazás és a november 26-ai képviselőtestületi ülés napi szerepelt. A részletekről az alpolgármestert kérdeztük kívüli időket élünk a vírus helyzetre való tekintettel. A polgármester úr gyakorolja a képviselőtestület jogköreit a veszélyhelyzet idején, de ez a novemberi testületi ülés anyagára vonatkozóan is ugyanúgy történt, mint a tavasz időszakban, hogy a képviselők, illetve a, a, bizottsági tagok megismerhették a képviselőtestület anyagát, erről véleményt formáltak, és az ő véleményük figyelembevételével hozta meg a döntését polgármester úr a napi rendi pontokban. A közlekedési koncepcióhoz visszatérve, 2011-ből származik ez a közlekedési koncepció, amely öt évenként felülvizsgálata történik meg a koncepciónak. A mostani felülvizsgálatát az indokolja, hogy rendkívüli módon megnövekedett a gépkocsik száma a településen, ez intenzív forgalomhoz vezet. És hát úgy gondoljuk, hogy a, a biztonságos és kulturált közlekedésnek a feltételeit meg kell teremteni, biztosítani kell, és ezért kérjük a szakembereknek a véleményét tanácsát ebben a tekintetben. Ez lesz az új közlekedési koncepció, amely alapján intézkedéseket fog hozni a város vezetése. A második témánk pedig Gyálváros települési környezetvédelmi programjának előkészítetésére a 2021-26-os időszakra vonatkozóan. Ugyancsak egy javaslat hangzott el az ügyben. Igen, a szakemberek véleményét kérjük a um város környezetvédelmi tervének a kialakításában. Egy öt éves programról van itt szó. Ennek a tervnek a, az egyik része feltáró jellegű, a mostani helyzetet vizsgálja meg, illetve azokat a cselekvési programokat, lehetőségeket, célokat fogalmazza meg, amelyet követni kívánunk a következő időszakban is, és a célunk az, hogy egy zöld élhető kertvárosi környezetet biztosítassunk az itt élőknek. Következő témánk az M0-M5-ös autópályák okozta zajjal kapcsolatos panaszok kivizsgálása. Milyen panaszok érkeztek elsősorban, illetve mi lehet a megoldás? m 0 és m a közelsége az áldása településnek bizonyos tekintetben, más tekintetben viszont negatív hatásokkal is bír a zaj, szennyezés, illetve levegő szennyezés tekintetében. Korábban készült egy felmérés, modellezésen alapuló felmérés, Amelynek az eredményeiben nem tudunk megnyugodni. Úgy gondoljuk, hogy konkrét méréseket kell végezni, annak érdekében, hogy lássuk, hogy mi a tényállás, és hogy amennyiben szükséges a város ezeknek a birtokában intézkedni tudjan eljárni tudjon a megfelelő hatóságoknál azért, hogy a zaj terhelés, illetve a légszennyezés csökkenjen, és életőkörnyezetet környezetet biztosíthassunk a város lakóinak. negyedik témánk pedig együttműködési megállapodás megkötésére hangzott le egy javaslat a Pesmei rendőr Ha információim nem csalnak, akkor ez a térfigyelő kamerák ügyére vonatkozik. Igen, a város területén 34 kamera van kihelyezve ezeknek a kameráknak a célja, hogy a közbiztonságot növeljük, illetve hogyha a közterületeken jogellenes cselekmények kerülnek elkövetésre, akkor ezekben az ügyekben eljárhassunk, felderíthessük, és ennek érdekében nem csak a közterület felügyelők, hanem a rendőrség is tudja ellenőrizni, illetve visszanézni ezeket a felvételeket. Két munkaállomás jött létre, az egyik a Dabasi rendőrkapitányság, a másik a a gyáli rendőrőrsön, és ennek a, az együttműködési formáját kívántuk ebben az együttműködési megállapodásban lefektetni, és gondolom, hogy a hatékonyság növelése lesz ennek a megállapodásnak az eredménye. És akkor a következő napirendi téma egy komplex, hiszen egyrészt a Városegészségi Központban, másrészt a gyáli óvodákban egyrészt pedagógiai asszisztensi álláshelyek, másrészt pedig saját alkalmazásuk közalkalmazott gyógypedagógusi álláshelyekkel kapcsolatban történt javaslat álláshely létrehozására. A vezetésnek a feladata és célja, hogy reagáljon a kihívásokra az egészségügyi központ ebben a járványi időszakban különös terhelésnek van kitéve, és a három főállású betegirányító álláshelynek a, a létesítésével ezt kívánjuk szolgálni. A óvodák tekintetében pedig ugye azt tapasztaljuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a száma évről évre növekedik. Az ő megsegítésüket, ellátásukat szakemberekkel kívánjuk biztosítani, és ezeket az álláshelyeket ezzel a célra hoztuk létre. Ugyanakkor azt is tapasztalhatjuk, és ennek örülünk, hogy magas gyereklétszám, magas csoportlétszámmal működnek az óvodai csoportok, és az itt dolgozó pedagógusoknak a munkáját kívánjuk segíteni a pedasszisztensek álláshelyének a biztosításával a következő évben is. Akkor maradt még egy témánk, ez pedig a jutalom adására vonatkozó napirendi téma. Itt több témával is foglalkoztak, egyrészt az évvégi jutalomhoz a pénzeszköz átadására, másrészt az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőjének jutalmazásával, harmadrészt pedig a város polgármesterének jutalmazásával. Összességében azt tudjuk elmondani, hogy ebben az évben is járulékokkal együtt közel 180 millió forint jutalom kiosztására került sor. Ez azt jelenti, hogy a város jutalommal is kívánja megbecsülni, megköszönni azoknak a munkáját, akik a város közösségéért dolgoznak, óvodákban, egészségügyi központban, bölcsődében, közösségi házban, vagy éppen a hivatal munkatársainak is a munkáját szeretnénk ezzel megköszönni. Azon kívül pedig nem csupán a város fenntartásában lévő intézményekben dolgozókat jutalmazzuk, hanem a város közellátásában szerepet vállaló cégek munkatársait is, a rendőrség munkatársait is, és mindazokat a pedagógusokat, akik itt gyálvárosában nevelői közösségépítő munkát végeznek. Ebben a járványidőszakban fokozott felelősség hárult rájuk, növekedett az a munkamennyiség és minőség, amit el kellett végezniük. Ha van év, amikor megilleti őket ez a jutalom, akkor föltétlenül az elmúlt év egy ilyen időszak, és a jutalom mellett szeretnénk kifejezni a Köszönetünket és a hálánkat az elvégzett munkájukért, és a jutalom mellett jó egészséget kívánunk nekik, és békés boldog új évet. A gyáli képviselő testület többek között tárgyalt még az önkormányzat költségvetéséről, a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet módosításáról, az igazgatási szünetről, valamint az önkormányzat 2021. évi munkarendjéről is. Zárt ülésen a gyáli közművelődési díj adományozása volt a téma.